Köszöntöm Önöket! Rémálom és álom egyaránt megjelenik mai műsorunkban. A nyár beköszöntével a gyakorlatok kiemelt szerepet kapnak a hivatásosok életében, de lássuk a részleteket, tartsanak velünk! Nem sokára itt a szabadságolási időszak, a gyermekeknek a szünet, na meg persze a nagy meleg egyre többeket csábít arra, hogy a különböző szabad vizek környékén töltsék el a szabad idejüket. Legyen ez akár a Balaton, a tengerpart, vagy éppen a környékünkön található szabad vizek. A felelőtlen viselkedéssel azonban a fürdőzés során veszélyes helyzetekbe is kerülhetünk. Csak olyan szabad vízbe lehet fürdeni, ami nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá, illetve amit külön jogszabály kijelölt fürdőhelyé nyilvánít. Tilos fürdeni többek között, ahol ezt tiltó tábla jelzi, aztán éjszaka, korlátozott látási viszonyok mellett szintén tilos fürdeni, kivéve, hogyha ez a vízterület esetleg meg van világítva, de akkor is csak a mélyvíz határáig. A határvizekben szintén tilos fürdeni, ugyanez érvényes a városokban, városok területén lévő szabad vizekben. Ezeken a helyeken tiltó táblákat kell elhelyezni, amit a rendőrség visszatérően ellenőriz, valamint a tiltott fürdőzést is, hiszen ez egy szabálysértés, és ilyen esetben a rendőrség vagy más hatóság is helyszíni bírságot szabhat ki, tehát szabálysértési eljárást kezdeményezhet, de azt kiemelem, hogy a rendőrségnek nem ez a célja, hanem az, hogy ne következzenek be balesetek, esetleg tragédiák. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók minden évben gyakorlaton elevenítik fel a vízből mentési ismereteiket. Hogyha valaki mégis olyat tapasztal, hogy valaki segítségre szorul. Bement akár egy engedélyezett, akár egy engedélye nem rendelkező helyre fürdeni, és bajba kerül. Két dolgot kell tennie. El kell döntenie, hogy ő tud elúszni, képes-e arra, hogy esetleg ezt a mentést végrehajtja. Amennyiben nem, akkor mindenképp többet ér azzal, hogyha megfelelő hatóságokat értesíti, elsősorban a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, valamint a rendőrség munkatársaira gondolok, mert hogyha nem tud, nem rendelkezik olyan ismeretekkel, hogy kimentsen valakit, akkor esetleg saját magát is veszélybe sodorja, és a másik ember pedig biztos, hogy nem lesz kimentve. Ilyen esetekben, hogyha odaérünk ez a bajban lévő, vagy éppen fuldokló személyhez, az első és legfontosabb, hogy nyugtassuk meg. Mert ha nem nyugtatjuk meg, akkor a mi életünket is, testi épségünket is veszélybe sodorhatja azzal, hogyha ő kapálózik, lenyom minket is a víz alá, így nem fogunk tudni neki segíteni. És lehetőleg hátulról átölelve a mellkasán vagy a nyakánál fogva húzzuk ki a vízből. Az önfelett szórakozás, ugrálás során nem szabad elfeledkezni a fürdőzés alapvető szabályairól, amelyeket betartva elkerülhetőek a tragédiák. Három veszélyforrás szeretnék még elmondani, amik a leggyakrabban előfordulnak. Az első, a legfontosabb, hogy ebbe a melegbe felhevült teste senki ne ugorjon bele a vízbe. Ebből szoktak tragédiák lenni. A másik ilyen az, hogyha valaki ittas állapotban megy a vízbe. Sajnos számtalan ilyen tragédia történt már. A harmadik pedig az, hogyha valaki olyan területen tartózkodik, gondolok itt mondjuk a Balatonra, ahol a nagykanizsák többsége azért elég sok időt eltölt, hogyha vízi járművel közlekedik, legyen az vízi bicikli vagy csónak, akkor azt ne a fürdőzők között tegye, ne azokat próbálja kerülgetni,
hanem jóval mellettük haladjon el, hogy se neki, se a fürdőzőknek ebből ne származzon baja. Mivel a Nagykanizsán élők, a környékben élők többsége rendszeresen fürdőzik a Balatonban, ott annyit kell tudni, hogy a Somogy megyei szakaszon a parttól 1000 méter távolságig, a Veszprém, illetve a Zala megyei szakaszon a parttól 500 méter távolságig van alapesetben engedélyezve a fürdés. Az mögött, tehát azt követően már csak vízi jármű kísérete mellett. Az, hogy valami kijelölt fürdőhelyé legyen nyilvánítva, az több feltételnek kell teljesülni. Első és legfontosabb, hogy megfelelő legyen a vízminősége. Ezt a vízminőséget ezt rendszeresen ellenőrizni kell. A kijelölt fürdőhelynek a határát, valamint a mélyvíznek a határát is meg kell jelölni a megfelelő módon, valamint szociális kiszolgáló helyiségeknek kell lenni. Gondolok itt tisztálkodó helyiség, öltöző, illemhely, szeméttároló hely. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén egy ilyen hely van, ez a Kistolmácsi tó, ami ezeknek a kritériumoknak megfelel, de éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett itt sem lehet fürdeni. A Murán egyrészt azért nem lehet kijelölt fürdőhelyet létrehozni, mert határfolyó, másrésztről azért, mert nagy sodrása van, örvények vannak benne, ez mindenképp balesetveszélyes. Ugyanez igaz a bányatavakra, ott se lehet fürdeni. Illetve itt a csónakázó tónál se, amit több helyen tiltó tábla jelez. A halálútként is emlegetett M70-es autóúton gyakorlatoztak nemrég a katasztrófavédők. Az eset szerint egy veszélyes anyagot szállító kamion, autóbusz és személyautó ütközött. Az összehangolt mentési munkában mintegy 50 fő dolgozott. Az M70-es Letenye és Tornyi-Szent Miklós közötti 18 kilométeres, kétszer egysávos szakaszán már számtalan súlyos baleset történt. A legtöbb szerencsétlenség amiatt adódik, hogy áttérnek a szembejövő sávba a járművek. A katasztrófavédelmi szakemberek próbálnak felkészülni a lehető legrosszabb szituációkra is. Sajnos nap mint nap baleseteket láthatunk a híradásokban. Zala megye ebből a szempontból egy szerencsésebb megyének titulálhatjuk, ugyanis itt kevesebb közlekedési baleset van, ahol a tűzoltóknak is komolyan be kell avatkoznia. Azonban mi nap mint nap szolgálatunk során arra készülünk, hogy teljes erőnkkel az embereknek segítsünk. A gyakorlatok azok nagyon gyakoriak, tehát nyilván ahhoz, hogy a tűzoltó kollégáink a különböző káreseményekre föl tudjanak készülni, és hatékonyan tudjanak beavatkozni, ahhoz sok gyakorlatot kell tartanunk különböző területeken. A jelenlegi gyakorlat, ugye, hogy egy gyorsforgalmi úton szimuláltunk egy balesetet, ez azért kevesebb lehetőségünk van rá, de gondolva arra, hogy jön a nyári időszak és az üdülési szezon, ez az útirány, ahol most vagyunk, ez ugye a tenger felé vezet, innentől kezdve várható, hogy itt jelentős forgalom növekedés lesz az elkövetkezendő időszakban. Ebből kifolyólag a balesetek száma is vélhetően meg fog növekedni, tehát mindenképpen szükségesnek tartottuk azt, hogy ilyen módon az itt szolgálatot teljesítő kollégák felkészüljenek az ilyen eseményeknek a kezelésére. És ugye ez az eseménykezelés nem csak a tűzoltók szempontjából volt egy fontos gyakorlat, hanem a társszerveknek a bevonásával, az együttműködésnek a gyakorlását is szolgálta ez a mai program, hiszen ugye itt nem csak a tűzoltói beavatkozásról volt, szóval itt komoly feladatai voltak a mentőszolgálatnak, természetesen a rendőrségnek, a közútkezelőnek, és hát még ebbe a gyakorlatba bevontunk olyan speciális egységeket is, akik hatékonyabbá tudják tenni a mi beavatkozásainkat. Zala megye több hivatásos tűzoltóságáról is érkeztek szakemberek. Az mellett, hogy beavatkozó tűzoltók érkeztek, mellette az ő munkájukat irányította a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, amelyben nagyon idős és tapasztalt rutinos tűzoltó kollégák vesznek részt, ők irányították éppen ezért ezt az egész mentési munkálatokat, és mellette, mivel hogy egy veszélyes anyag jelenlétéről beszélhetünk itt a helyszínen, ezért a katasztrófavédelmi mobil labor
légkör szakemberei is megjelentek, akik a veszélyes anyag koncentrációját mérték folyamatosan a levegőbe, hasonlóan történne ez egy valós szituációban is. Az első lépés a veszélyes anyag azonosítása volt, majd a speciális egységek megkezdték a sérültek kiszabadítását, akiket a mentők láttak el. Ezután kezdődhetett meg a műszaki mentés. A tűzoltóknak az éves képzési tervüknek megfelelően folyamatos képzésekben vesznek részt. Roncsvágási, mentési gyakorlatokat az év minden hónapjában szerveznek parancsnokaik. Azonban egy ilyen összetett, egy nagyobb balesetre természetesen nem lehet felkészülni, azonban itt is a rutin, a több éves szolgálati múlt mellettük dolgozik, és azért dolgozunk nap mint nap, és azért vannak az Alamegyében is hivatástudattal a tűzoltók, hogy az ilyen jellegű káreseteket még szakszerűbben tudják felszámolni. Gondolom, hogy a kollégáink minden eseményre fölkészülnek, természetesen ezek az események mindig hozhatnak olyan új szituációkat, amivel korábban még nem találkoztak a kollégák, de ezek a gyakorlatok is ezt a célt szolgálják, hogy tudjunk reagálni, mindenképpen ezeket a újonnan megjelenő kihívásokat is meg tudjuk oldani. Én úgy gondolom, hogy az úton lévők nyugodtak lehetnek afelől, hogyha szükségük van, megkapják a megfelelő segítséget. Természetesen a kollégáim biztos, hogy meg fogják beszélni ezt a gyakorlatot, hiszen minden egyes káreset után is folyamatosan megbeszélik, akár ez legyen egy tűzeset vagy műszaki mentés, ugyanis ezekből a tapasztalatokból tanulnak. És biztos vagyok benne, hogy a jövőben az itt megszerzett tapasztalatokat hasznosítani fogják mind a parancsnokaik, mind a beavatkozó állomány, és még képzettebben, még szakszerűbben fognak tudni beavatkozni egy ilyen műszaki mentéseknél. Ez a gyakorlat elérte a célját, tehát a meghatározott feladatokat a kollégák hatékonyan hajtották végre, a szabályozóknak megfelelően és szem előtt tartva természetesen a személyek biztonságát, a mentendő személyek biztonságát, illetve a további kárnövekedésnek a megelőzését. Úgy gondolom, hogy a kollégák tevékenysége az megfelelő volt, mindenképpen megfeleltre tudom értékelni ezt a gyakorlatot. A Neked munka, nekem álom című országos program részeként Nagy Kanizsán is több megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő ember próbálhatta ki magát egy-egy szakmában. Panyi Gábor a kanizsai mentősök mindennapjaiba, munkájába pillanthatott be.
Kanyi Gábort már gyermekkorában vonzotta a mentősök világa. A Neked munka, nekem álom program keretében a fiatalembernek Tanai János a Nagykanizsai mentőállomás vezetője, valamint Vincel utca Zalai mentővezetőtiszt elsőként a mentőállomást mutatta be. Zalaapátiból érkeztem, ott egy szociális otthonnak vagyok a lakója. Hogy miért pont a mentők és miért a mentők? Az ő munkásságuk, ami számomra nagyon szimpatikus, az ő segítőkészségük, az ő hozzáállásuk, a világhoz, az élethez való hozzáállásuk. Talán ez az, ami engem emberi oldalról nagyon, nagyon megfogott az utóbbi időszakban. Különleges nap számunkra is, illetve a fiatalember számára is. Elmondása szerint ő kisgyermekkora óta mentőápoló szeretett volna lenni. Aztán ez nem valósulhatott meg egyéb okokból, ezért mi meg nagy örömmel vettük a felkérést arra, hogy egy álmot válthassunk valóra azzal, hogy mai napon tudtuk őt fogadni és körbevezetni itt a Nagykanizsai mentőállomáson. Kicsit betekintést tudott nyerni a mindennapjainkba, a mentődolgozók mindennapjaiba. Velük egy kicsit beszélgetve, egy kicsit meg tudott ismerkedni ezzel a világgal, a mi világunkkal, a mentők világával, így az ő álmát valóra tudtuk váltani, ez nagy-nagy öröm számunkra, és mindig feltölt minket az ilyen dolog, amikor tudunk valakin akár így is segíteni, nem csak a baleseteknél, illetve a rosszul léteknél. Gábornak meséltek a mindennapokról, személyes élményekről, valamint egy mentőautót és annak felszerelését is bemutatták a mentősök. Sok minden műszer egyben megtalálható. Legfontosabb az EKG és a defibrillátor része. Van benne pacemaker, vérnyomásmérő, testhőmérsékletmérő, akkor kidégzett levegőben széndioxid szintmérő, de nagyon sok minden van benne, és mobilizálható. Igen, ezt tudom. A zalai mentősök munkájába az utóbbi időben egyre több betekintést nyerhetünk, amely tudatos a szervezet vezetése részéről. Igazándiból én a magam részéről azért is örülök ennek a rengeteg felkérésnek, ennek a rengeteg lehetőségnek, hogy a médiában akár, vagy az emberek közelében, közvetlen környezetében is meg tudunk jelenni. Most már mentőnap szervezésével, megyei mentőnapunk is lesz, tavalyi évben is, illetve az idei évben is meg tudtuk szervezni, illetve ezekkel a nyílt napokkal, ezekkel a megjelenésekkel mindazt szeretnénk megmutatni az embereknek, hogy a mentőkkel nem csak akkor lehet találkozni, amikor nagy baj van, hanem akkor is nyugodtan lehet minket keresni, nyugodtan lehet velünk találkozni, amikor éppen szabad napunk van, amikor éppen szabad időnk van, amikor nem mentésben veszünk részt, hanem a mentőállomáson várjuk a riasztásokat. Talán, hogyha egy kicsit ilyen szempontból is közelebb tudunk kerülni az emberekhez, akkor talán egy kicsit ezek a konfliktus helyzetek is tudnak simulni, bár tisztában vagyok azzal, és tudom azt, hogy amikor a helyszínen baj történik, illetve hogyha valamilyen baleset van, akkor minden egyes másodperc, ami eltelik, az akár óráknak is tűnhet. Több esetben volt egyébként rá példa, hogy ismerőseim megkerestek, hogy nem ért ki a mentőautó, milyen sokára ért ki a mentőautó, pedig nagyon közel van a mentőállomás, csak 10 kilométer, és hogy körülbelül fél óra volt. Aztán utána nézve az eseteknek egyébként a számítógépes rendszerből kiderült, hogy ez a kiérkezés nagyon maximum 10 perc volt, de nyilván aki bajba került, akinek gondja van, az annak minden perc akár óráknak tűnhet. A megyében a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület koordinálta a programot, amelynek az álom megvalósításon túl az volt a célja, hogy összekapcsolja egy napra a fogyatékkal élőket, a munkaerőpiaci szolgáltatókat és a munkáltatókat. A szervezők szerint az integrációt és a befogadást legjobban a személyes találkozások szolgálják. Lehetséges volt minden megyében korlátlanul jelentkezni, és 11 főt választottunk ki mi arra, hogy az ő álmai munkáját meg tudjuk valósítani egy napra. Nagyon sok jelentkezőnk volt, viszont mindenki álmát nem tudjuk megvalósítani, így 11 főnek az álmai munkáját tudtuk megvalósítani 11 munkáltatóval. A Zalaapátiból érkezett Gábornak az újraélesztést is megmutatták. A fiatalember kipróbálta a fogásokat, hiszen nem tudni, hogy ő mikor kint tudna segíteni. Ez egy kéz. Fenyérben, fenyérben, átpussolom. Így van.
Nyújtod karokkal. Nyomj el 5-6. 1 és 2 és 3 és van erre egy zene. Nemzetközi légierős gyakorlat volt nemrég hazánkban. Az eseményről a Zrínyi Katonai Filmstúdió összeállítását látják. Több mint 10 éves múltra tekint vissza az Ohiói Légi Nemzeti Gárda és a Magyar Honvédség együttműködése. Ennek a kiváló kapcsolatnak köszönhető az is, hogy hazánkban tartják a Low Diffuser elnevezésű nemzetközi gyakorlatot, amelyen idén már cseh, horvát, szlovák és szlovén katonák is részt vesznek. A gyakorlat kiemelt napján jelen volt Todd Walters vezérezredes is, aki beszédében hangsúlyozta háláját a Magyar Honvédség katonái felé. Mint elmondta, a résztvevő nemzetek együttműködése rendkívül fontos annak érdekében, hogy korábban megszerzett képességeiket szinten tartsák és megismerjék egymás eljárásait. Elmondhatom, hogy fantasztikus együttműködésben volt részünk. Minden az elképzeléseink szerint zajlik, a magyarok fogadtatása fantasztikus. Minden nap együtt kezdjük az eligazításokat, együtt repülünk és hajtunk végre gyakorló küldetéseket, amelyek végén közösen megszerzett tapasztalatokkal fejezzük be a napot. Kiderült az is, hogy vadászgépeink nem is különböznek annyira, hiszen sok mindenben hasonlítanak, így például a repülési jellemzőkben is. Dr. Orosz Zoltán altábornagy, a honvédvezérkar főnök helyettese kiemelte, hogy a Low Diffuser hazánk legnagyobb légierős gyakorlata. Büszkék vagyunk, mert ez azt jelenti, hogy felkészültek vagyunk, és képesek vagyunk arra, hogy a szövetségeseket fogadjuk, mint ahogy a NATO alapszerződésből következően, hogyha a sors úgy hozná, fogadnunk is kellene a saját érdekünkből a szövetségeseinket. Ezek a koalíciós gyakorlatok többek között ezt a célt is szolgálják, hogy nem csak a közös harci alkalmazási eljárásokat gyakoroljuk be és fejlesszük tovább, de egyfajta befogadó nemzeti támogatást is gyakoroljunk és készen álljunk. Noha a Low Diffuser alapvetően a résztvevő nemzetek vadászgépein alapuló gyakorlat, a nemzetközi megmérettetés tervezői egészen különleges foglalkozásokkal is készültek a hajózóállomány részére. Az elképzelt szenárió szerint két-két személyes vadászgépet ért olyan találat, ami miatt mindkét hajózó páros a katapultálás mellett döntött. A 4 bajba jutott pilóta ellenséges területen ért földet, ezért kimentésükre 3 magyar, szlovák és horvát helikopter emelkedett a magasba. A Mi-8-as és a Mi-17-es forgószárnyasok fedélzetén a Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű ezred katonái készülődtek a bevetésre. A kiemelés során kiderült, hogy a hajózók közül többen is megsebesültek, volt, akit hordágyon kellett szállítani. Ellátásukat a helikopteren kezdték meg, stabilizálva állapotukat addig, amíg a repülőbázisra visszaérve át nem adhatják az egészségügyi szakembereknek. A filmbe illő mozzanat teljes sikernek bizonyult, amely nagyban köszönhető a légi és a szárazföldi egységek kiváló együttműködésének. Ezt a szövetséges katonai vezetők mondják, és nem udvariasságból, mert hiszen az éles műveletekben nem lehet udvariaskodni, hogy a magyar katona felkészült, kiképzett, képes arra, hogy a szövetségesi eljárásrendet alkalmazva, együttműködve a szövetségesekkel a kitűzött katonai cél teljesíteni tudja, elérje, ezzel garantálja hazánk és a térség biztonságát. Két hét múlva ismét riasztás, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!
műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.